Felvizesedett és bepenészesedett falak között él az abátai család, ahol a nagyszülők gyámságuk alá vették öt kis unokájukat. Immáron 9-en lakják az amúgy is rossz állapotban lévő 2,5 szobás házat. A gyerekek decemberben kerültek a nagyszülőkhöz, azóta fenekestül felfordult az életük. Nem éheznek, mindenütt megvan az égvilágon, meg lehet mindenhol kérdezni, tisztán járnak. Hát ezeket helyre kellett hozni, ezek beteges gyerekek voltak. A legidősebb unoka 11 éves, őt 7 éve neveli a nagymama. Nem érti, hogyha egy gyermeket is képtelenek voltak felnevelni a szülők, akkor miért kellett még őt? A legkisebb unoka tavasszal született, de őt már a kórházból sem engedték haza az anyával. Ideiglenesen állami gondozásba került. Amióta itt vannak, csak 14 kilót fogytam. Idegileg kivagyok, orvosokhoz járok, de nem hagyom őket. Amíg bírom, csinálom, nem szeretném helyre kerülnének innentől. Nagyon szeretem őket. A Szentvérbátai Templomokért Alapítvány vezetősége elhatározta, hogy megsegíti a családot. Gyűjtést szerveznek, hogy jobb körülmények között tudjanak élni. A megoldás egy új ingatlan lenne, de nagyon örülnének annak is, ha egy plusz szobát tudnának építeni a házhoz. Bármilyen segítséget szívesen vesznek. Ha valakinek van építési anyaga olyan, ami nem kell, és nélkülözni tudja, és oda tudja adni, szerintem azt is biztosan elfogadják, de úgy, mint alapítvány, úgy mi a pénzt szeretnénk gyűjteni adományként, támogatásként. A gyerekeket decemberben akarták nevelőszülőkhöz adni, de az óvoda vezető megkereste a nagymamát, hogy vállalná-e a kicsik nevelését. Eleinte egy gyerekről volt szó, de a nagymama nem tudott egyikről sem lemondani. Az alapítvány elnöke és az ő baráti köre az elsők között támogatta a családot, de a falubeliek is nagyon sokat segítenek. 9 embernek van 2,5 szobája, és azért szeretnénk gyűjtést szervezni, akár országos szinten is, hogy vagy egy másik nagyobb épületet, vagy ehhez legalább egy szobát tudjanak építeni. A családi pótlék és a gyes, amit a gyerekek után kapnak, éppen arra elég, hogy eltartsák őket. A gyógyszertárban így is nagyon sokszor adóssággal indítják az új hónapot. Szerettek volna hitelt igényelni, hogy egy nagyobb házat vehessenek, de az sem sikerült. Az asszony azt érzi, hogy mindenhol falba ütköznek, és nem sok reményük maradt a jobb körülményekre.